Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy szerelmi jóslás, és ennél a jóslásnál feltesszük a kérdést, hogy mi van vele, mi a terve, hogyan tovább. Először is megnézzük az ő érzelmi világát. Ez mindig akkor aktuális, amikor megnézed ezt a videót. Itt látható a sors kereke. Ő úgy érzi, hogy lesznek sorsdöntő változások a közeljövőben. Sőt, azt is tudja és érzi, hogy ez a döntés, ez a változás szerencsét fog hozni számára vagy számotokra. Az ő gondolata, illetve terve, ő a kezébe veszi ezt a kardot szimbolikusan. Ez a kard jelenti a levegő elemét. És a levegő eleme az mindig aktív. Tehát cselekedni fog. Ez a kard jelenti az ötleteket, a döntéseket és a kommunikációt is, hogy beszélni akar veled. Amit a kard még jelent, hogy el tud vágni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat. Például átteszi magát a félelmeken, vagy vannak döntések, változások, munkahelyi változás, költözködés, vagy azt is jelentheti ez a kard, hogy lezár bizonyos kapcsolatokat. És mit közöl veled? Majd elmondja azt, hogy a kezébe veszi ezt a botot. Ennek is egy szimbolikus jelentése van, mégpedig azt jelenti, hogy kezébe veszi a dolgokat. Ezúttal a tűz eleméről van szó. Mindkét kép aktív. A levegő eleme aktív, a tűz eleme szintén aktív, tehát cselekedni fog. Amit még közöl veled, hogy bátor, hogy védi magát, hogy vannak tervek, ami lelkesíti őt, vagy a tűz eleme jelentheti a szenvedélyeket is, és akkor az kihat a párkapcsolatotokra. És pontosan ezt nézzük meg, itt ennél a képnél, újra a botról van szó, a tűz eleméről. Itt is látható, hogy kezébe veszi a dolgokat, ő irányítja az eseményeket, és kimutatja a bátorságát, a lelkesedését, és a szenvedélyeket is. Hova fekteti be az erejét? Az itt látható. Megint a tűz eleméről van szó, de itt a 10-es szám egy új kezdetre utal, amikor egy új periódus indul az életében, vagy ez lehet egy közös életút is. Ahogy a kép mutatja, kezdetben vannak nehézségek, hiszen sok mindent cipel. Lehet, hogy sok a dolga. Az is lehet, hogy hol itt van, hol ott van, hol amott van, nem tud nemet mondani, mindenkinek a kedvébe jár, és kimerült. Itt el kellene neki engedni bizonyos dolgokat vagy kapcsolatokat, hogy ez a kezdet veled együtt könnyebben menjen előre. Mi boldogítja őt? Itt a kelyhek láthatóak, és a kelyhek mindig az érzelmekre utalnak. Tehát, ha megvan az érzelem kettőtök között, akkor ő nagyon boldog. Ez a kép jelenti a múltat, a jelent és a jövőt. Itt a múltban már összetörött minden, ott folynak a könnyek, ezt le kell zárni. Mivel itt egy hölgy van középen, lehet, hogy ő úgy gondolja, úgy érzi, hogy te
lezárod a múltat, most befele fordulsz, kicsit visszahúzódó vagy. De jelenteti az ő tartását is. Ami boldoggá teszi őt, amikor tudja azt, hogy van jövőtök, hiszen itt a háttérben a két kehely a jövőre utal. Érzelmekről van szó, hiszen a kelyhek láthatóak a képen, és itt a jövőben csak kettő van, te meg ő, nincs egy harmadik személy. És milyen sorsdöntő változások lesznek nála, vagy mi az, amit meg kellene tanulnia, hogy kezébe vegye a dolgokat, hogy aktív legyen, hogy legyen közeledés, hogy irányítsa, hogy hogyan tovább irányítsa ezt a hintót, hogy ő vezessen téged. És milyen meglepetések, milyen változások lesznek a következő fél évben. Itt az érmék jelentik az anyagiakat, vagy a munkahelyet. Itt vagy arról van szó, hogy kicsit vacillál tegyem, vagy ne tegyem, vagy van két lehetőség, és döntéseket fog hozni, különösen ami az anyagiakat illeti, és a munkáját illeti. Ha anyagiakról van szó, akkor kell a belső egyensúly, vagy így egyensúlyba hozni az anyagiakat, a bevételt és a kiadást. És mi az álma, mi a vágya, mi az elképzelése? Itt a kelyhekről van szó, tehát az érzelmekről. Ezen a képen 9 darab van ezekből a kelyhekből. Ez jelenti a korlátozásokat, és az az elképzelése, hogy tegyétek át magatokat ezeken a korlátozásokon. Mert itt a kelyhek a háttérben, ez olyan, mint egy kerítés, amikor úgy érzi, hogy ti elérkeztetek ehhez a kerítéshez, és itt most minden megáll. Hiszen nem tudjátok, hogy mi van a kerítés mögött. Itt kell a bátorság, itt kell az erő is, hogy átmásszatok a kerítésen, hogy láthatóvá legyen az, ami a kerítés mögött van. És tudjátok azt, igen, itt van jövő, itt van folytatás. És itt megjelenik már a 10-es szám. Mi adja számára az erőt, vagy hol tudja magát bebizonyítani, az itt látható. Itt vannak nála még kihívások, sőt támadások is, ahol megvédi magát, tehát nem szalad el, és erre nagyon büszke. Itt érzi azt, hogy igen, itt most aztán bebizonyítom magamat. És ez volt a jóslás, hogy mi van vele, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam, mint minden jóslásnál, 4000 forint, védikus asztrológiával együtt, ahol összehasonlítom a horoszkópotokat, akkor a díjam az 10000 forint. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád és jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!